A céltudatese 17 éves tehetsége a németországi junior sportlövő világbajnokságon remekelt 10 méteren, pisztolyszámban. Jó előérzettel vágott neki a Zulban rendezett versenynek, mert egy korábbi megmérettetésen is már jól szerepelt a női junior válogatott. Egyéniben ugyanakkor nem jött össze a döntőbe jutás, és Nagy Vivien 28-ként végzett. A világbajnokság előtt voltam Pilsenben egy olimpiai reménységek versenyén, ahol szintén ez a csapat megnyerte. Ott a 379 körettséget lőttem, ott ezzel az eredménnyel a világbajnokságon döntőzhettem volna, de 373 körettséget lőttem a világbajnokságon, és hát sajnos 4 körrel talán lemaradtam a döntőről. A Major Vera, Egri Victoria, Nagy Vivien trió viszont tarolt, a döntő a lehető legizgalmasabbra sikerült, és csak az utolsó lövéseken dőlt el. Én lelőttem a versenyemet, meg egy másik csapattársam is ugyanabban a sorozatban, és a Csabával számolgattuk, hogy akkor hogy állunk, és akkor még ugye egy körrel voltunk a dobogótól, és a harmadik csapattársunk a következő sorozatba lőtt, és mindenki, az egész magyar csapat ott állt mögötte, és szurkolt neki, és az ő eredményével nyertük meg a csapatot. Nem áll meg a versenyzés ezzel az aranyéremmel. Nagy Vivien Azerbajdzsánba utazik a kvótaszerzés reményében, mert a cél, hogy jövőre Buenos Airesben az ifjúsági olimpián is céltábla elé állhasson.